650 túl szabadult ki az iszlamista terroristák fogságából Algériában, de még mindig 60 külföldi állampolgárt tartanak túszként. A fegyveresek Franciaország Maliban folyó katonai beavatkozása ellen tiltakoznak. Korábban legalább 4 külföldi munkás meghalt, amikor algériai katonák hatoltak be a gázkitermelő telepre, de többen menedéket tudtak találni és ki tudtak szabadulni. A telepen leállították a kitermelést, nehogy az véletlenül felrobbanjon. Tegnapi nap híre még az volt, késő délután is beszéltünk is erről a tegnapi egyenes beszédben, végül Zsef volt túsztárgyalóval, hogy több mint 30 túsz szinte biztos, hogy életét vesztette, és 10-15 túszejtő is. Aztán a mai nap híre, hogy 650 túsz ki is szabadult. Tudom, hogy itt emberéleteknél arányokat nem szabad, és nem lehet egyet se 600 vagy akárhány száz ellenébe állítani, de hát mégiscsak az egész akciónak a képe ezáltal megváltozott. Arjányi Péter a vendégem. Jó estét kívánok! Szép jó estét! Én tegnap még inkább azt mondtam volna, hogy ez nem túsz mentés volt, meg nem túsz tárgyalás, legfőképpen nem, hanem egy szimpla katonai akció, és aki mozgott, arra lőttek. De ezek szerint azért voltak, akiknek mégis sikerült vagy önmaguktól kiszabadulni, vagy kiszabadították őket. Nézze, én azt gondolom, hogy továbbra sem mondanám ezt egy rendőrségi akciónak, tehát ez egy abszolút katonai akció volt, aminek már az indítása sem elsősorban a túszok kiszabadítására irányult, hanem arra, hogy ezt a fajta hol Líbiából átjött ilyen Al-Qaida szabadcsapatnak, hol valamilyen fajta új terrorszervezetnek valamilyen új csírájáról beszélnek. A tulajdonképpéni megsemmisítése volt elsősorban az algériai biztonsági erőknek a fő feladata. Nyilván az egy fontos üzenet volt, hogy Franciaország az elmúlt napokban katonai beavatkozás mellett döntött Afrikában, és ez ellen egyfajta tiltakozásként indult ez az akció, amiben túszokat ejtettek, algériaiakat is, és külföldieket is. Nyilvánvalóan maga a helyszín egy borzasztóan rossz helyszín volt, hiszen ez egy ilyen olajfúrásra szakosodott ilyen üzem, vagy finomítószerűség. 40 kilométeres sivatag közepén. Közepén, és egy hatalmas nagy objektum, tehát nem egy kis dologról beszélünk, és tulajdonképpen több száz embernek a munkahelye, ahova az adatok szerint 40-50 katonai fegyverekkel, rakétákkal felszerelt, robbanóanyaggal ellátott ilyen terrorista beszivárgott, és tulajdonképpen különböző épületrészeket foglaltak el. Elbarikádozták magukat, volt, hogy túszokat is robbanóanyaggal felszereltek, hogy ők legyenek kvázi az élő robbanó pajzsuk. És hát ebben a helyzetben az algériaiak végül is nem tárgyalás mellett döntöttek, hanem azonnali katonai beavatkozás mellett, egyszerűen azért, mert sem Franciaország, sem Algéria nem tűrheti azt, hogy éppen egy kezdődő katonai akció kapcsán azonnal a terrorszervezetek egy ilyen válaszcsapása azt a fajta katonai fellépést megakadályozza, amiben ők most éppen benne vannak. Tehát én azt gondolom, hogy itt első pillanattól kezdve ezért itt el is siklott a mindenfajta túsztárgyalás és mindenfajta rendészeti, klasszikus rendészeti beavatkozásnak a lehetősége, és rögtön egy katonai beavatkozás irányába mentek. Hát, hogyha ez tiltakozás, tehát a tiltakozás, meg a túszok ejtése általi követelés, az nekem két különböző dolog, még ha lehetnek közös pontok is benne. Tehát, hogy Franciaország ellen tiltakozni lehet úgy, hogy különböző megmozdulásokat szervezni, de több száz ember életét effektíve veszélyeztetni, tehát fölszerelni őket robbanó szerkezetekkel, az engem már több, mint tiltakozás. Nyilván, ez így is van, tehát ezért is beszélünk első pillanattól kezdve terrorista sejtről, de míg egy klasszikus terrorcselekménynél, ahol túszok vannak, nem rögtön történik egy beavatkozás, kivéve abban az esetben, hogyha egy halaszthatatlan helyzet van, tehát magyarán elkezdik kivégezni a túszokat, és be kell menni, mert meg kell őket menteni, akkor általában van egy metódus, amit követnek a rendészeti rendőrségi erők. Itt meg nem erről volt szó, tehát tulajdonképpen kaptak egy felszólítást, hogy el lehet hagyni a területet, és hogyha nem, akkor indul azonnal a beavatkozás. Tehát ebben a halaszthatatlan jelző az igazából arra vonatkozott, hogy itt nincs mit halogatni. Tehát követelésük... Nincs alkú. Ez volt igazán. Igen. Tehát a követelésük az egy olyan típusú követelés, ami amivel nem teljesíthetetlen. Tehát nem azt mondták, hogy most bár itt volt iszlámista rabok kiszabadítása is a tegnapi hírekben, de nem tudom, hogy ez mennyire volt valós. Szóval nem ilyen, hogy kérjük
6 darab bebörtönzött honfitársunk kiengedését, hanem egy komplett, nem tudom, egy rendszert, egy folyamatot akartak visszacsinálni. Igen, azt akarták, hogy Franciaország azonnal a hadműveleteket hagyja abba, és nyilvánvalóan ennek Algéria nem adott helyt, még akkor sem, hogy nyilvánvalóan, mivel rengeteg külföldi túsz is meghalt, japánok, amerikaiak, angolok, azt hiszem, így van, franciák is, és nyilvánvalóan ezzel nagyon komolyan el kell számolniuk az adott országok kormányai felé, nyilvánvalóan lesz vizsgálat ezzel kapcsolatban, és a családok felé is, tehát itt biztos vagyok benne, hogy lesznek kártérítési perek, tehát számtalan olyan folyománya lesz ennek az egész ügynek, aminek kapcsán Algériának tételesen végig kell mondania, és el kell mesélnie, most a mesélni idézőjelben, hogy mi történt. De akkor is ez a döntés megszületett, és én nagyon-nagyon kétlem azt, hogy ezt az algériaiak saját maguk hozták volna csak meg. Tehát én azt gondolom, hogy forró dróton Franciaországgal biztos, hogy egyeztettek, és nyilvánvalóan Franciaországon keresztül Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal is. Az elképzelhető, hogy ennek a katonai akciónak a taktikája az abban rejlett, hogy na akkor az első csapás helikopterekről megtörtént, és hát pontosan láthatták a túszejtők, hogy mindenkit lőttünk, aki mozgott, és nem válogattunk, tehát nekünk ennek a felszámolása a célunk. De nyilván tudhatták, hogy hányan dolgoznak ezen a telepen, tehát azt is tudhatták, hogy nem halt meg mindenki, vannak még túszok is, túszejtők is életben. De azért ez egy magas szám, hogy mintegy 50 embert az első akcióban már megöltünk, és akkor lehet, hogy ennek hatására tudott ma kiszabadulni mondjuk 650 túsz? Nézd, ez változó. Tehát a 90-es évek elején volt pont egy halaszthatatlan helyzet Egyiptomban, ahol egy repülőgépet térítettek el terroristánk, és ott szimplán például a halaszthatatlan helyzet azért alakult ki, mert lett egy áramszünet a repülőtéren, és ezt úgy értékelték a terroristák, hogy biztos azért ment el az összes fény a repülőgép környékén, mert hogy most jönnek a biztonságiak, és elkezdték kivégezni. És egyébként meg nem. Egyébként meg nem. És megkezdődött a beavatkozás, tehát ez a klasszikusan halaszthatatlan helyzet, és több tucatnyi túsz meghalt a gép visszafoglalása közben. De pontosan úgy, ahogy előbb elmondtam, miután az egyiptomiak elszámoltak tételesen azzal, hogy mi történt, és ez egy ilyen helyzet volt, nyilvánvalóan a nemzetközi közvélemény, illetve a kormányok számára, és ott is voltak külföldi halottak, érthető volt az egész helyzet, és ilyen szempontból úgymond nem érte Egyiptomot különösebb hátránya miatt az akció. Az akció miatt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.